Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Azonnal kinyitom a könyvet, hiszen én is kíváncsi vagyok az aktuális üzenetre. Amire szükséged van, az, hogy találd meg a nyugalmadat. Azon kívül, hogy mások értékeljenek téged, és te ezt elvárhatod másoktól. Mondd azt saját magadnak: én uralkodok a helyzet felett, én uralkodok az életem felett, én uralkodok a sors utam felett. Hiszen te vagy a király, hiszen te vagy a királynő, ami az élet utadat illeti. Közben van egy telefonhívásom, de rögtön itt vagyok. Újra itt vagyok, és folytatjuk az üzenetet. Benne vagy egy olyan helyzetben, ami eddig igazságtalannak tűnt számodra. Ez lehet egy bírósági ügy, vagy hogy igazságtalanságok éltek téged a múltban, de ez most lezárul. Vannak nálad tervek, amit szeretnél megvalósítani, megvan hozzá az erőd. Vannak még fájdalmak a múltból. De gondolj arra, hogy van jövő, és jobban alakulnak a dolgaid, mint a múltban. Valaki megbántott téged, és úgy beszélt veled, mintha te lennél az oka valaminek. De ne keresd a hibát saját magadban. És én úgy mondanám, másokban sem kell a hibát keresni, hanem szabadulj fel ebből a helyzetből, ezekből a kapcsolatokból, szabadulj fel ezektől a gondolatoktól is. És ez volt az égi üzenet. Amennyiben tetszett a felvétel, örülnék annak, ha ezt a videót lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!